George F. Hemingway tehát az első vendég. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 10 nappal ezelőtt a Népszabadságban megjelent egy írása, és abban arról ír mások mellett, ez egy hosszabb írás, hogy nagyon reméli, hogy a két fél tárgyalóasztalhoz ül, és az amerikai-magyar barátság az nagyon rövid idő alatt helyreáll. Így igaz. Azóta ugye megtörtént a miniszterelnök bíztatására az amerikai ügyvivőnek a feljelentése. Ez azt mutatja, hogy nem nagyon olvassák a miniszterelnöki hivatalba az ön írásait. Ez a nem értek egyet. Nem értek egyet. A akkor legalábbis nem hallgatnak önre. De ezzel sem értek egyet. A feljelentés egy... Azt mondja, hogy ön tanácsolta a miniszterelnöknek, nem, hogy jelentesse miniszterelnök, fel. Miniszterelnök sokkal okosabb, nincs szükség az én tanácsomra. Nem. A feljelentés, vagy egy vízumkérés, az egy folyamat része, hogy az, ha valamilyen bizonyíték van arra, hogy az APEC, NAV elnöke valamilyen tisztességes ügyben részt vett, hogy megkapják ezt a bizonyíték. Ugyan nagy baj az, hogy van egy állítás, az állítás az, hogy az egy állítás, hogy kitiltjuk ezeket az embereket, tehát az állítás a kitiltás maga az Egyesült Államokból. De ezt semmivel nem támasztották alá. Na most ahhoz, hogy a magyar kormány reagálni tudjon, ugye, ehhez kellenek tények, és a tényeket nem kapták meg, és én azt gondolom, hogy ez egy próbálkozás arra, hogy megkapják a tényeket, hiszen ahogy tudjuk, emlékszik, amikor a ügyvívő, vagy valaki átadott a magyar kormánynak egy két oldalas dolgot, hogy mit csináltak, azokat a dolgokat, különösen az áfacsalásokat, ahogy már megtudtuk, azonnal kivizsgálták. Tehát az az állítás, az, hogy nem vizsgálták ki, az nem igaz, de ennek még egyszer mondom, nincs köze véleményem szerint azoknak a kitiltáshoz, azoknak a vádakhoz, amit esetleg megfogalmaznak. De Hemingway, legalábbis, ha én jól olvastam az ön írását, ön abban pacifikálni próbál. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy itt két baráti országról van szó, gyerekek, tessék letenni a homoklapátot, és akkor tisztességgel megbeszélni a dolgokat. Ennek a tükrében milyen lépésnek értékeli Gutfreund feljelentését? Ugye ön azt mondja, hogy feljelentés. Általában én a feljelentéseket nem szeretem, semmilyen feljelentést. Jó ízlésű embernek szeret. De még egyszer hagy hangsúlyozzam. Csak két ösvénye van a magyar kormánynak, az, hogy megtudja. Tehát a magyar kormánynak meg kell tudnia, hogy mi az, amit Vida Ildikó val szemben az amerikai fél állat, amit mi állítunk. Na most két módja van ennek. Egyik, hogy feljelenti, és a feljelentéssel kapcsolatban az ügyészség, a magyar ügyészség, főügyész jogi segítséget kér. Most ezt próbálják. A másik lehetőség videódik, hogy bemegy egy vízumkérelemre, kéri a vízumot elutasítják, és akkor neki joga van megtudni, hogy mi ez a dolog. Tehát ez a feljelentés, ez rosszul hangzik, de ha átgondolja, akkor ez egy módja annak, hogy a magyar fél megkapja a tényeket. Tehát én így gondolom. A cikknek volt még egy másik érdekes vonulata, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ön a Jobbik parlamenti jelenlétéből vezeti le azt, hogy ennyire elmérgesedett a viszony Magyarország és az Egyesült Államok között. Én ezt jól értettem? Ebben sok igazság, amit ön mondott. Én úgy vezettem le a dolgot, hogy a magyar megfigyelés, az Egyesült Államok magyar megfigyelése azzal kezdődött, hogy Jobbik bejutott a parlamentbe 2010-ben. És Magyarország egy érdekes ország lett, mert olyan párt jutott be a parlamentbe, az Egyesült Államok számára, szabad világ számára általában elfogadhatatlan. Na jó, de a Jobbik nem parlamenti erő Magyarországon. Nem kormányzati erő, parlamenti, de nem kormányzati erő. Tehát Hemingway úr, nem jobbikos képviselők mentek be a Bangihoz például azzal, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot tegyenek a cégnek. Nem tudjuk, ki mentek be a Bangihoz, maga tudja? Hát formál logikai alapján ellenzéki lehetett, nem valószínű, mert nincs abban a helyzetben. De miért gondolja, hogy képviselők mentek be a Bangihoz? Azt nem tudjuk, hogy képviselők mentek-e, de a hír az úgy szólt, hogy kormányhoz közeli üzletemberek, egyáltalán nem biztos, hogy politikusok, de azzal az ígérettel mentek be hozzá, hogy ők bizony el tudják intézni, hogy kedvezőbb legyen a klíma. Mondjuk, hogy ellenzékből ezt nem lehet intézni. Mondjuk én azt mondom önnek ma, hogy el tudom intézni, hogy ön január 1-től államtitkár legyen. Na most ez vagy el tudom intézni, vagy nem tudom elintézni. Azzal, hogy én mondom ezt önnek, azzal ez nem lesz, attól ez nem lesz valós. Én nem így gondoltam, én azt gondoltam egész világosan, hogy amikor egy olyan erő került be a magyar parlamentbe,
amelyet az Egyesült Államokban nagyjából majdnem mindenki elfogadhatatlannak tart, akkor kezdték a magyar helyzetet figyelni. Én azt vezettem, hogy ezzel kezdődött, és akkor jött ugye jöttek dolgok, különösen az orosz krízis, ahol Magyarországnak az érdekei bizony nem feltétlenül ugyanazok az érdekek, mint az Egyesült Államok érdekei, és Magyarországot sokkal jobban sújthatja egy orosz krízis, mint az Egyesült Államokat. És ezért Magyarország, amikor a érdekeit érvényesíteni, próbálja, érvényesíti, akkor lehet, hogy ez bizonyos mértékben egy konfliktust, ha nem beszélik meg, konfliktust okoz az Egyesült Államok irányvonalával. Ezért javasoltam, hogy itt ezt meg kell beszélni. Igen, ugye arról is ír, hogy tulajdonképpen az helyes vagy helyesnek tartja, hogyha minden országot egyfajta egészséges önzés vezérel. Igen, tehát abszolút. Amerika tegye azt, ami az ő érdeke, Magyarország tegye azt, ami az ő érdeke. A kérdés az, hogy ez Magyarország érdeke. Tehát Magyarország érdeke az-e, hogy az utolsó töltényig kiállni mondjuk a déli áramlat mellett, hogy testvéri szövetséget kötni Azerbajdzsánnal. Tehát ami felé megyünk, tényleg ez a magyar érdek? Azerbajdzsánról nem vagyok képben, tehát nem tudok erről semmit sem mondani. Jóban vagyunk. Viszont a déli áramlatról igen. A déli áramlat európai érdeke. A déli áramlat tulajdonképpen egy olyan dolog, amit Angela Merkel később, amiután Putyin azt mondja, hogy nem fogom megcsinálni, azt mondja, de mégis meg akarjuk csinálni, tessék elolvasni. Tehát ha azt mondjuk, hogy a déli áramlat Európa érdeke, és azt mondjuk, hogy a déli áramlat Magyarország érdeke, az Egyesült Államoknak lehet, a déli áramlat nem az érdeke, de tulajdonképpen tudja, van egy olyan gondolat az emberekben, hogy az Egyesült Államok gazdasági érdekek mellett áll ki, és az Egyesült Államok érdek az, hogy ne legyen déli áramlat, vegyék a palagázt, vagy vegyék a kőolajt Amerikától. Én nem így látom. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok tisztességesen áll ki a szabadság és ezek az értékek mellett, de ugyanakkor, amikor az Egyesült Államok azt mondja, hogy helytelen, hogy Oroszország elfoglalta, és én is azt mondom, nagyon helytelen, Krímet elfoglalta, Kelet-Ukrajnát, hogy az orosz csapatok elfoglalták, bevonultak oda. Ezt most már világosan tudjuk és látjuk. Akkor ezek a dolgok, amik az Egyesült Államokat nagyon zavarják. És amikor az Egyesült Államok azt gondolja, hogy na hát Magyarország közeledik Oroszországhoz, ugye, amit én azt mondom, önnek nem értek ezzel egyet, tehát Magyarország nem közeledik Oroszországhoz, akkor van egy bizonyos konfliktus a két ország között, és azért mondom, hogy muszáj ezt megbeszélni, mert szerintem nincs valódi konfliktus. Igazi konfliktus nem létezik. Mert Magyarországon senki, Orbán Viktortól a MSZP-ig, senki sem akar ismét ágyba bújni az oroszokkal, senki sem akarja azt az orosz jelenlétet, ami itt volt, de viszont mindenki akarja, azt gondolom én, egy egészséges gazdasági szövetséget, ha így tetszik, az Európai Unióval és ugyanakkor az innen keletre jövő országokban. Ez Magyarország érdeke. Mindig nagyon szépen beszél az Egyesült Államokról, ami egyébként nekem nagyon tetszik. Very appreciate. Bárcsak minden magyar beszélne ilyen büszkeséggel Magyarországról. Azt mondja ebben az interjúban, az Egyesült Államokat olyan helynek tartom, ahol a jogállamiság megkérdőjelezhetetlen. Ennek a tiszteletre méltó és megkérdőjelezhetetlen jogállamiságú országnak egy politikusa, John McCain, fasisztoidnak nevezte Magyarország miniszterelnökét. Na akkor erről mit gondol? Hagyj beszéljük John McCain, mert jól ismerem John McCain. John McCain a republikánus szenátor Arizonában. John McCain egy igazi hős. John McCain egy igazi amerikai, igazi Rambo. John McCain az utolsó 30 évben akkora baromságokat mondott, hogy maga el sem tud képzelni. Tehát szét kell választani John McCaint, a nemzeti hőst, és én nagyon tisztelem az embert. Nem tudom, hogy én vigyázzon a mikrofonjára, mert a nézőink kiestek. Én át tudtam volna magam segíteni azokon a dolgokon, hogy átsegítette, amikor a vietnámi tömeggyilkosok, hogy megkínozták, borzalmas dolgokat csináltak vele. Tehát én nagyon tisztelem őt. De ugyanakkor John McCain, és én tudnék önnek az utolsó 30 évből legalább 10 olyan elszólást mondani, amitől ön megrémülne. Tehát néha, amikor eltér a szövegtől, akkor elkezd beszélni. Nyilvánvalóan, amit John McCain mondott, azzal Amerikában sem a jelenlegi vezetés, sem más olyan ember, aki számít, nem ért egyet. Mondott egyébként hasonlót nem ennyire sarkosan, de Obama és Clinton elnök is. Milyen hely ma az ön véleménye szerint ma Magyarország egy befektető szemével? Tehát feltételezem azt, hogy nagyon sok olyan amerikai barátja van, aki azt mondja, hogy George, érdemes-e Magyarországra menni? Mit mond nekik?
Hát ez természetesen szektorspecifikus, ugye, mint minden országban, tehát ez nem magyar különleg, szektorspecifikus, hogy országban érdemes befektetni. Magyarországon bizonyos dolgokban, például élelmiszeripar, nagyon érdemes befektetni. A bizonyos feldolgozó ipari részlegben nagyon érdemes befektetni. Ön valószínűleg azt szeretné megtudni tőlem. Azt mondják önnek, hogy Mr. Hemingway, azt mondta, hogy fektessek be az élelmiszeriparba, vagy a feldolgozóiparba. És akkor egy szó nem volt arról, hogy egy fél éven belül a nyakamba raknak valami olyan külön adót, amiről előtte senki nem beszélt. Én két dolgot mondanék, pozitívot és negatívot. A negatív az, hogy szektorspecifikus adók általában nem jók. Szektorspecifikus adókat be lehet vezetni, aztán ki kell őket vezetni. Szerintem megtörténik Magyarországon. A másik pedig, hogy miért csinálták ezt Magyarországon, miért mondom én a barátaimnak, hogy hát miért csinálták. Ugye 2010-ben az ország totális csődben volt. És az, hogy a csődből kivezessék egy rövid időre, és ezt pár évet értek csak, elfogadható az, hogy az ország próbál azokból a szektorokból, amelyek nagyon rentábilisak, valamilyen módon egy külön adót behúzni. Na most ezt megtették, most itt lesz az ideje, hogy ezeket a dolgokat szép lassan kivezessék, hogy ez 2016 vagy 2017. De miért kivezet... mondja, hogy 2010-ben csődbe volt az ország? Nem volt csődbe ez az ország 2010-ben. Hát akkor mi nem ugyanazt a irodalmat olvassuk. Csődbe volt az ország. Az ország 2000... Törlesztette a hiteleit, fizetőképes volt, a bankok nyitva voltak. Mi az, ami a azt mutatja, Magyarország körülbelül 2005-2006 után olyan kurzust teremtett, ami... az ország nem bírta el. Úgy költek, ez az ország nem bírta el. Nem voltak meg a bevételek. 2008-2009 tájban, amikor Bajnai úr lett a miniszterelnök, akkor az ország már csődben volt. Ő a következő egy-másfél évben konzerválta a csődöt. Van egy olyan gondolat Magyarországon, hogy Bajnai Gordon kivezette Magyarországot a csődből. Ez nem igaz. Ezt a statisztikák is mondják, nem igaz. Amikor Orbánék bejöttek 2010-ben, az ország nem úgy volt csődben, hogy csődöt jelentettek, de véleményem szerint, az én véleményem szerint, az országban a gazdasági helyzet olyan volt, hogy teljes csőd közeli helyzet volt. Most bejövök oda, megnézem, egy, minden megteszem, hogy kivezsem őket a csődből, másra pedig hibákat is követtek el, ne legyen félreértés, hibákat is követtek el, mert gyorsan akarom csinálni, meg akarom csinálni, nem én akarok lenni az a magyar miniszterelnök, aki beviszi Magyarországot végül is a csődbe. Ráadásul azt látni kell, hogy Magyarországon a politikusok általában, mindegy, ki van hatalmon, semmiben sem hajlandók megegyezni. Tehát semmiféle konszenzus nincs. Ha én most azt mondanám, hogy mondjuk, hogy Teréz anya egy szent volt, akkor megnézzük, hogy ez az ember MSZP-s vagy fideszes, és akkor a másik oldal azt mondja, hogy nem volt szent. Most teljesen mindegy, hogy itt beszélgetni mindenketten egyet érteni. Tehát azt gondolom, hogy az amerikai befektetőnek azt kell mondani, hogy Kelet-Európában, Közép-Európában befektetni nem könnyű, de ez nem egy rossz hely. Úgy érzem én legalábbis, hogy vannak olyan szektorok, ahol érdemes befektetni, csak a szektort kell megválasztani. Stadionba például? Stadionba? Befektetni. Hát a magyar állam, ezt látni kell, tehát én hagyd mondjam itt most, hogy ebben a témben nem elfogult volt, vagyok. Nem volt teljesen komoly a kérdés. Elfogult vagyok, én úgy gondolom, hogy infrastruktúrát nagyon kell építeni Magyarországon. Jó, Hemingway, gyűlölöm a címkézést, tényleg. De azért a beszélgetésünkből kiderül, hogy ön nem kifejezetten egy ellenzéki beállítottságú üzletember. Beszélgete a kormánnyal, tehát kikéri-e a véleményét, például amerikai-magyar kapcsolat ügyében. Tehát volt-e olyan, hogy Szijjártó Péter azt mondta, hogy Hemingway úr, jöjjön el hozzám, és beszéljünk arról, hogy lehetne helyre tenni ezt a dolgot. Mert nem hiszem, hogy ellenségként kezelik önt. Én senkinek nem vagyok az ellensége, tehát én nem, miután én engem amerikai viszonylatban azt hiszem, hát meg lehet fogni, hogy mi is vagyok, mert miért hiszek, magyar viszonylatban nem hiszem. Nem, én nem vagyok a kormány tanácsadója, az én véleményemet nem ahhoz kéri nem kell tanácsadó legyen az ember. Ugye, hogy... nem, ha ez a kérdés, nem kéri ki a véleményemet, sem most, sem azelőtt. Ha valaki kéri, vagy hogy ön egy interjút csinál velem, én elmondom szabadon a véleményem, mint ahogy egy szabad országban ezt tenni lehet, és én nagyon örülök annak, hogy az ország fejlődik, nagyon nem örülök annak, hogy konfliktus van Amerika és Magyarország között, és abszolút meggyőződésem, hogy ez egy rövid idő kérés, hogy le kell zárni ezt a konfliktust. Hát lehet, hogy jó lenne, hogyha néha beszélgetnének önnel. Nekem nagyon jó volt, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, hogy meghívott.